Így néz ki jelenleg Ibrány strand területén az ifjúsági tábor épülete, amelyet nemrégiben vásárolt vissza az önkormányzat. Ezek pedig már a látványtervek, amelyek nem csak álmok, de hamarosan kézzelfogható valósággá is válnak, mivel a szükséges forrásokat is sikerült pályázatokon elnyerni. Amint az a képeken is látható, a turisztikai attrakció egyik különleges elemét ezek a gyerekek számára tervezett, jurta formájú szállások jelentik, amelyekhez több épület, közösségi tér, vizes blokk, parkoló és megfelelő körbekerítés is tartozik majd. Trencsényi Imre polgármester azt mondta, az elmúlt közel egy évben mintegy 3 milliárd forint értékű beruházást nyert az önkormányzat. Így összesen a januári pályázatainkkal ez már megharadja a 3 milliárd forintos összeget, úgyhogy nagyon komoly fejlesztések valósulhatnak meg Ibrányban. Amiket még nem említettem meg, ezek közül a városközpont felújításán túl a szegregátumainkról sem feledkezünk el. A szegregátumunkban bérlakások, szociális bérlakások építése, felújítása, közterek, parkok, játszóterek kialakítása, illetve fásítás valósulhat meg. Illetve nagyon fontosnak tartom, hogy folytatódhat Ibrányban az útfejlesztés. 200 millió forintot nyertünk erre a célra, és 8 belterületi utcánkat tudjuk megújítani ennek köszönhetően. Az utak, közterek megújítása mellett a polgármester szerint a közeljövő kiemelt beruházása lesz az északi iparterületen a Palocsa útra tervezett inkubátorház megépítése is. Az itt élők szerint ezen a területen 100 éve még egy belvízi tó állt, nem sokára pedig új vállalkozások székhelye lehet. A polgármester hangsúlyozta, Ibrány idén ünnepli várossá válásának 30. járási székhelyé válásának pedig 10. évfordulóját. Ennek alkalmából számos kisebb-nagyobb programmal készülnek. Minden hónapban készülünk programokkal gyerekeknek, intézményeknek, illetve minden korosztály számára. Két komoly szabadtéri programunk lesz. Az első a május 27-i pünkösdi hétvégére szervezett programunk a Városligetben. Ez egy teljesen új tematikára épülő rendezvény, amelyel minden korosztályt szeretnénk elérni, a gyerekektől tényleg egészen a nyugdíjasokig. Itt egy megyei vadásznap is adaptálódott ebbe a napba, és itt lesznek hagyományőrző ételek, főzőversenyek, gasztronómiai élmények mellett lesz még kovács bemutató, illetve nagyon komoly bicska és törkészítő művészek jönnek a Debrecenből, illetve az egész országból. A polgármester hozzátette, a bicska készítő mestereket is felvonultató eseménynek külön nevet is adtak, 44-84 Irány Ibrány Fesztivál, amelyet a május 27-i pünkösdi hétvégén fognak megrendezni.